Ezt az Európai Bizottság szóvivőjétől megkérdeztük, és kizárt az, hogy ezt az Európai Bizottság most eztől a 200 milliós pénzbírság befizetésétől eltekintene, vagy beszámítana olyasmire, ami egy egészen más dolog. Ez a Messziről jött ember, a Szabad Európa podcast sorozata, a magyar kormány és az Európai Unió a közösség intézményeinek ügyeiről. Célunk, hogy ne csak az EU erőközpontjaiból hazatérő magyar politikusok beszámolóiból ismerhessük meg a fejleményeket, döntéseket és viszonyokat, hanem objektív és független képet alkothassunk állandó brüsszeli tudósítónk Gyévai Zoltán segítségével. Én Vovesz Tibor vagyok. Mai témánk pénzügyeink az Európai Unióban. Pénzbírság, kötbér és veszélybe került kifizetések. A külső szemlélő számára úgy tűnik, nem sokat haladtak Magyarország pénzügyei az elmúlt hónapokban az Európai Unióban. Még a nyár elején büntette a kormányt 200 millió euróra az Európai Bíróság, amiért figyelmen kívül hagyta a menedékkérők jogaira vonatkozó uniós szabályokat. A büntetés kifizetésére adott 45 napos határidő lejárt, és a kormány eddig nem fizetett. Mi történik ilyenkor, amikor a kormány nem teljesít egy bírósági ítéletet? Van egy első fizetési felszólítás, aminek Magyarország nem tett eleget. Most egy másodikat is elküldött az Európai Bizottság, ez már 15 napos határidővel. Tehát szeptember 17-én derül ki, hogy Magyarország ennek a második felszólításnak is eleget tette, vagy sem. Viszont, hogyha ez nem történik meg, akkor az Európai Bizottság automatikusan hozzákezd fokozatosan a Magyarországnak járó kifizetések, tehát a benyújtott számlák arányos kifizetéséhez, ami azt jelenti, hogy levonják gyakorlatilag egészen addig, ameddig a 200 milliós keretet el nem érik. Milyen kifizetésekről beszélünk itt? Egyrészt minden kifizetés érintve lehet. Tehát az agrártámogatásoktól kezdve. Még az agrártámogatásokhoz valószínűleg nem fognak hozzányúlni, hiszen ott azért elég közvetlen az agrárgazdáknak, hogy és ráadásul pontosan egy politikailag most egy nagyon érzékeny, kényes területet évednének, viszont éppen elég olyan pénz jár Magyarországnak, kohéziós politikai forrásukra vonatkozik. Azt kell elképzelni, hogy mindig arról van szó, amire Magyarország már benyújtott számlát, hiszen a kifizetések akkor jönnek, ha benyújtottunk számlát. És ezek alapvetően a kohéziós politikai kifizetésekre vonatkoznak, de lehet egyébként kutatási programokra vonatkozók is lehetségesek. Lehetségesek éppen belügyi források is, hogyha Magyarország már kiszámlázott valamit. A lényeg az, hogy egészen addig az Európai Bizottság az összegeket zsugorítani, csökkenteni fogja, ameddig ez a 200 millió eurós határ nem teljesül. Mennyi idő alatt fog lenullázódni ez a 200 millió eurós számla körülbelül? Meg lehet ezt becsülni? Erre nincsenek igazából szabályok, tehát az Európai Bizottságon múlik. Elvárható az, hogy egy arányos levonás történik. Ugye nem az fog történni, hogy lesz három projekt, és abban a pillanatban azt a három projektet teljesen megcsonkítják szerintem. Nem akarnak azért feltétlenül a magyar kormány hibája miatt ártani mondjuk a magyar kedvezményezeteknek, hogy a kettő ritkán felé csak egymást. Az előbb említett ítéletet azért hozta az Európai Bíróság, mert hogy a magyar kormány nem teljesítette a menedékkérők jogaira vonatkozó uniós szabályokat, ezért kaptak egy büntetést, és kaptak egy kényszerítő büntetést is, addig, ameddig fennáll ez a helyzet, ez pedig napi 1 millió eurót tesz ki. Elég sok mindent lehet tudni meghallani erről. Tegyük tisztába, hogy mikortól számolják ezt az 1 milliós kötbért mondjuk, és hogy hogyan fogják ezt realizálni, tehát hogy fogják szintén behajtani majd a magyar kormányon. Igen, azt szögezzük le, hogy egyelőre semmit nem fizetett ki Magyarország. Az Európai Bíróság június 13-a ítélete napi 1 millió eurót és pénzbírságot rendelt el. Viszont, hogyha Magyarország nem hajtja végre határidőre a törvénymódosítás, a szükséges törvénymódosításokat, magyarán nem hozza összhangba az uniós szabályokkal a saját törvénykezését, jogalkotását, amire egyébként lett volna ideje az elmúlt 4 évben, akkor visszamenőleg június 13-ától kezdve él ez a kötbérezés, hogy így fogalmazzunk, és akkor ebben az esetben viszont nagyon súlyos milliókat, ugye hiszen azóta eltelt már. Most már lassan 50 millió eurónál tartunk. 50 millió körül járunk, így van, akkor viszonylag az kell. Én úgy hallottam bizonyos bennfentes forrásoktól, hogy ezt a kormány azért már el szeretné kerülni. A háttérben folynak egyeztetések,
Majd meglátjuk, hiszen már csak néhány nap, 10 nap marad gyakorlatilag szeptember 13-áig, hogy addig a magyar kormány beterjeszti a szükséges jogszabálymódosításokat, vagy pedig valami más módszerrel az Európai Bizottságot megpróbálja meggyőzni arról, hogy mostantól kezdve viszont ő már alkalmazkodni kíván az Európai Unió szabályokról. Eléggé azt kell, hogy mondjam, ez egy példátlanul súlyos büntetés, de példátlanul súlyos volt az Európai Bíróság szerint a Magyarország által elkövetkezett mulasztás is. Nagyon röviden össze lehet foglalni, hogy milyen módosításokat vár el a bíróság, illetve hogy ezek hogyan vannak összhangban a nemrég elfogadott menekültügyi paktummal. Elképzelhető, hogy például a menekültügyi paktumnak a bevezetése, átültetése a tagállami jogrendszerekbe esetleg ki korrigálja ezt a hibát is? Úgy lehet összefoglalni, hogy a menedékkérők az uniós jogszabályba foglalt jogainak a teljesítését mondta meg Magyarország. A második kérdés az volt, ami szerintem nagyon fontos itt, hogy mindez hogyan viszonyul a migrációs paktum, aminek a végrehajtása ugye még csak most kezdődik, és több fázisban, több szakaszban, 2 éven keresztül kell végrehajtani a tagállamoknak. Most itt van egy érdekes elem, a migrációs paktumnak van olyan elemei, amelyek elmozdulnak érdekes módon a korábbi magyar szabályozáshoz, viszont kiszűrik azokat az elemeket a korábbi magyar szabályozásból, amiről azt lehet mondani, az Európai Bíróság azt mondta, hogy emberi jogokat sértettek, vagy alkalmasak voltak azok megsértésére. Tehát például az, hogy határidőhöz van kötve, hogy meddig tartózkodhatnak emberek majd ezekben a fogadóállomásokon, körülbelül 45 napig, vagy akár 2 hónapig maximum. Tehát vannak különbségek és vannak hasonlóságok. Szerintem, ha a migrációs paktum végrehajtásához hozzákezdünk, akkor nyilván el fog különülni egymástól a két dolog. De az biztos, az tény és való, hogy elvileg szigorította a migrációs szabályokat a migrációs paktum, és ilyen értelemben elmozdult a magyar gyakorlat felé is, még ha nem is elegendő ez a magyar kormány számára, de egy dolog az nagyon továbbra is szent és sérthetetlen volt, hogy a legálisan érkező menedékkérőknek a jogait tiszteletben kell tartani továbbra is. A magyar kormány gyakran hivatkozik a migrációs nyomásra. Hát ezt tette szerda reggel az M1 reggeli műsorában Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója is, aki egészen pontosan 25%-ra tette azt a mértéket, amit a Magyarországban beadott menekült kérelmet kitesznek az egész Európai Unióban érkező menekült kérelmek közül. Egyébként a magyar kormány álláspontja az, hogy ezt a 200 millió eurót, amivel az Európai Bíróság ítélete sújtotta a magyar kormányt, le kellene vonni a magyar kormány határvédelemre fordított kiadásaiból. Ezeket meg kellene téríteni, egy teljesen más nagyságrendű összegről beszél a kormány. Ha jól emlékszem, 2 milliárd euróról, ebben benne van a határkerítés építése és minden más intézkedés is. Szerinted mennyire életszerű ez a kérés, vagy ez a felvetés? Előfordulhat-e, hogy az Európai Unió bármilyen módon elismeri a magyar kormány követelését arra a pénzre, amit a menekültügyre fordított, vagy a menekültek visszatartására fordított? Ezt az Európai Bizottság szóvivőjétől megkérdeztük, és kizárt. Tehát kizárt az, hogy ezt az Európai Bizottság most eztől a 200 milliós pénzbírság befizetésétől eltekintene, például, vagy beszámítana olyasmire, ami egy egészen más dolog számukra. Tehát a kettőnek nincs köze egymáshoz. Ezt az uniós pénzügyi szabályozás szerint ezt be kell fizetni, itt nincs lehetőség arra. Az egy más kérdés esetleg, hogyha Magyarország indítana egy jogi eljárást az Európai Bíróságon, és az Európai Bíróság, aminek az elég kevés a valószínűsége, azt megítélni Magyarország számára, a Magyarország által követelt mintegy 2 milliárd eurót, bár ugye ez csak egyelőre politikai nyilatkozat, illetve van egy kormányrendelet is, ami erről végrehajtási rendelet, ami erről filozófál. A magyar kormány azt szeretné, hogy elismernék, ugye, a kerítés külön költségét, ezt az Európai Bizottság megtagadta, és eddig semmi jelét nem mutatta annak az Európai Bizottság, hogy erre hajlandó lesz pénzt adni. Már pedig gondolom, el körül zajlik a vita. És gondolom azért is, hiszen a kerítés építéséről szóló döntést ugyancsak nem előzte meg egy egyeztetés egy uniós fórumon. Tehát nem lehet azt mondani, hogy a kerítés építése akár az Európai Unió jóváhagyásával, felkérésével került volna sor. Nincs olyan konkrét szerintem kötelezettség az Európai Bizottságnak, hogy ezt finanszíroznia kellene, bár ez azt mondom, hogy tisztázás véget, érdemes lenne megnézni azt, hogy egy ilyen kerítés felépítése, ami nemzeti hatáskörben született, hogy te is mondtad, nem az Európai Unió vagy az Európai Bizottság egyetértésével, hogy azt kötelesse az Európai Bizottság erre is pénzt adni. Viszont tudjuk, hogy a magyar határvédelmet igenis támogatja az Európai Unió, mégpedig elég jelentős eszközökkel, tehát itt mondtam, hogy több 10 millió euró ment arra, hogy Magyarországot ellássák olyan készülékekkel, amelyekkel a elektronikus határvédelmet lehet
biztosítani, interoperabilitásra is nyújtottak pénzt, tehát nem állja meg a hit az az állítás, hogy Magyarország semmilyen támogatást nem kapott a külső határ védelmére az Európai Uniótól az elmúlt 15 évben. A kerítésre, illetve az az infrastruktúrára valóban nem kapott, és ez egy jogi perpatvar, aminek talán érdemes lenne utána menni egy európai bírósági döntéssel. A menekült kérdésben az egyik legutóbbi kormányzati megnyilatkozó Gulyás Gergely volt, a miniszterelnökséget vezető miniszter, aki az egyik kormányinfon azt mondta, azt vetette fel, hogy minden migránst ingyenesen Brüsszelbe szállítanak, hogyha lehetetlené teszi a bizottság, hogy Magyarország védje a külső határokat. Volt erre bármilyen reakció egy ilyen kormányszóvivői megnyilatkozás után? Erre nem is reagáltak, hiszen ez egy rendkívül komolytalan, és úgy tűnik, hogy ez egy dűből született felvetés volt, amivel az Európai Unióban nem foglalkoznak, mert ez még a korábbi magyar kormányzati eléggé szürrealista sokszor felvetésekhez képest is abszurd felvetésnek tűnik. Állandó brüsszeli tudósítónkkal Gyévai Zoltánnal beszélgettem. Én Bovesz Tibor vagyok. Köszönöm figyelmüket.